Also ich versuche mich zu beeilen, weil vieles hat man auch schon vor mir gesagt. Arról, amit én is mondani akartam, hogy egyes helyeken gyorsabb leszek, mint ahogy gondoltam. Ez az új obszervatórium, amit 1881-ben alapított Gotthard Jenő, és ugye abban a kupolában helyezkedett el a távcsőve, mivel a megfigyeléseket elkezdte. Minden bizonnyal nagyon sok ember volt hatással Gotthard, ugye itt elhangzott a Max Wolff-al való kapcsolata, de mindenképpen van két ember, akit ki kell emelnünk. Az egyik az a fizika tanára a Premontrei gimnáziumban, Kunc Adolf, aki ezen a közös képen itt előül, a másik pedig ugye szintén többször szóba került már a kapcsolatuk, Konkoli Tege Miklós, aki itt látható a kép bal oldalán, illetve a fiatal Gotthard testvérek, ugye Gotthard Jenő és Gotthard Sándor, akinek a nevét mindenképpen meg kell említeni az első megfigyelésekkel kapcsolatban. Gotthardnak a dedikált programja volt a csillagvizsgáló számára, amikor alapította. Ez ugye az üstökösöknek és az úgynevezett emissziós csillagoknak a spektroszkópiai vizsgálata volt. Arról is volt már szó, hogy hogyan regisztrálták a csillagászok a megfigyeléseiket. Gotthard egy észlelési naplót vezetett, ez 1881-ben kezdte el vezetni, és az első oldalán, messziről talán nem látszik, de ide van írva, hogy az álló csillagok spektrumai vizsgáltatnak a következőkben, és azok az eredmények vannak ide leírva. Az első észleléseket azokat természetesen vizuálisan végezte, de később, ahogy a fototechnikában egyre jobban előre haladt, a spektrumok rögzítése is fotografikus úton történt. Ez a két kép ez arra szolgált volna, de ezt nagyon jól megtették előttem többek között Appenzeller professzor, hogy valahogy a nemzetközi kontextusba helyezzük ugye a Gotthard tevékenységét, az asztrofizikával, spektroszkópiával kapcsolatos tevékenységét. Appenzeller professzor erről mutatott képet a Fogelnek a spektrográfiairól. Itt két másik látható, picit későbbről ugyan, ez a Lick Observatoriumnak a Mills spektrográfia, illetve a Yerkes Observatoriumnak a Bruce spektrográfia. Ugye ezekkel az eszközökkel, a spektroszkópiával egy olyan lehetőséget kaptak a csillagászok a kezükbe, ami teljesen más dimenziókba helyezte az addigi kutatásokat. Néhány eszközt szeretnék megmutatni gyorsan szintén, amivel ugye Gotthard a megfigyeléseit végezte. Hát a 10 incses Browning reflektor, amit Konkolitól vásárolt. Beszéltünk arról, hogy milyen kapcsolat volt közöttük, ez baráti kapcsolat, erről nyilván Wolff-Schmidt professzor majd többet fog mondani, de a levelekből például nagyon jól látszik, hogy a barátságot nem keverték össze az üzlettel. Tehát amikor a reflektort vásároltak, akkor nagyon szépen kiegyenlítették a számlát egymás között. Ez az eszköz, ez egy objektív prizma, ehhez a reflektorhoz készítve, ezt már maga Gotthard készítette, az első spektroszkópiai eszközeit azokat szintén Konkolitól szerezte be. Ugye az objektív prizma arra szolgált, hogy a reflektor elé, még a főtükör elé helyezve csillagoknak a sokaságáról készítsen egyszerre színképet. Majd látunk erre példát a következőkben. Néhány spektrográf, ezek a mai állapotukban vannak ezeken a képeken. Ez a spektrográf, ez egy laboratóriumi spektrográf, ezt a régi iskolájának, a Premontrei gimnáziumnak készítette. Ez egy későbbi, de még abban az származó klarinét spektroszkóp. A Browning reflektornak a Newton fókuszába lehetett, illetve két másik. Gotthard számozta a spektrográfiait, ugye ez a 9-es és a 10-es szintén láttuk már ezeket az eszközöket a mai nap folyamán. Ezek a mai állapotokban a Gotthard Múzeumban így néznek ki. Ezek nagyon fontos eszközök, ezekkel több fontos megfigyelést végzett Gotthard a későbbiekben. Arról is sokszor, ő ugye egy mérnök ember volt, és nagyon sok eszközét saját maga tervezte és építette. Itt két tervrajzot, műszaki rajzot láthatunk ezekről a spektrográfokról, publikációból kimásolva. Ez a 8-as számú spektrográfról, illetve a 9-es számú spektrográfnak a rajza. Nézni is jó őket. Tehát ezek szép rajzok. Ha az ember más nem csinál, csak leül és elbámészkodik rajtuk, az is nagyon élvezetes tevékenység.
Arról is volt már szó, hogy Gotthard folyamatosan fejlesztette ezeket az eszközöket. Itt a 9-es számú spektrográfnak a metamorfózis, hát ha tetszik, láthatjuk. Az 1885-ös kezdeti állapotból kiindulva egy évvel későbbi változata, illetve az 1891-ben kialakított, ma is látható meglévő állapotában mutatja a harmadik kép. Ez az Ultraibolya tartományban működött, néhány adatot felírtam erre a diára. Az első változatában a színkép hossza az 8 mm volt, ezt a végső változatában sikerült 17 mm-re, tehát több mint kétszeresére növelni, és ezzel a disperziót is jelentősen megjavítani. Ezeknél a spektrográfoknál, ugye ezek nevet réses spektrográfok, nagyon fontos a résnek a minősége. Hogyha bármilyen egyenetlenség van a résben, akkor az nagy mértékben leronthatja a színképnek a minőségét. Ezen a két rajzon a Gotthard-féle megoldást látható a rés szerkezetre ehhez a spektrográfhoz. Az első észleléseket, spektroszkópiai méréseket azt 1884-ben végezte. Az első laboratóriumi spektrum ekkor készült. Ugye karácsonykor készült éppen ez a felvétel. A Jankovics igazgató szokta mondani, hogy a csillagászoknál nincsen ünnepők, a Julián dátumot használják. Tehát mindegy az, hogy karácsony volt, dolgozott Gotthard. Ezzel az eszközzel készítette. Ugye ezek az alkatrészek is már szerepeltek, az induktor, a spektrográf, illetve a kamera, amivel rögzítette ezt a színképeket. Ezek fémeknek, az induktor segítségével, szikrával elpárologtatott fémeknek a spektrumát rögzítette, vas, alumínium, kadmium, illetve cink spektrum. A spektroszkópokhoz segítségére volt az építésben egy Viktor Schumann nevezetű lipcsei mérnök, akitől még 1883-ban különböző anyagokból készített prizmákkal felvett színképeket kapott, azok láthatók ezen a dián. Ugye a dedikált célja volt az üstökösöknek és az emissziós csillagoknak a színképi vizsgálata. Itt egy példát szeretnék, az első ilyen üstökös, amit részletesen vizsgált, az a Pons Brooks üstökös volt. 1884-ben jelent meg a publikációja erről az Astronomische Nachrichtenben, és erről is volt már szó, hogy a legfontosabb eredménye ennek a spektroszkópiai vizsgálatnak az volt, hogy azonosította a szénhidrogén vonalakat egyértelműen az üstökösnek a színképében. Ugye mellé fényképezve láthatjuk az összehasonlított spektrumot. Ez a Swift üstökösnek a színképe 1892-ben készült. Jól látjuk, három éjszakán keresztül exponálta, és összesen 4 órás expozíciós idővel készítette el ezt a spektrumot. A másik fontos terület ugye az emissziós csillagoknak a színképi vizsgálata. Ugye az emissziós csillagot azért hívjuk így, mert a színképében a vonalaknak egy része az nem abszorpcióban, hanem emisszióban jelentkezik. Ezek tipikusan a hidrogénnek és a héliumnak a vonalai. Az első ilyen objektum az a Gamma Cassiopeiae volt, amit Gotthard vizsgált. Két cikkben foglalta össze ezen vizsgálatoknak az eredményeit. Nagyon érdekesek ezek a cikkek, tehát érdemes elolvasni a 120-30 évvel ezelőtti cikkeket. Nagyon precízen leírja benne, hogy milyen módon végezték a megfigyeléseket, milyen légköri feltételek voltak a megfigyelések közben, milyen vonalakat láttak, ugye nagyon fényes és erős H-alfa vonal, a H-beta az kicsit gyengébb volt, néha nagyon nehéz volt megtalálni, a D3 vonal az néha volt csak látható, de akkor is csak nagyon jó légköri viszonyok miatt. Ugye ez a D3 vonal azért hívták D3-nak, mert nagyon közel van a nátriumnak a D1 és D2 vonalához, és amíg nem tudták felbontani, azt hitték, hogy szintén a nátriumtól származik, de tudjuk, hogy ez a neutrális héliumnak egy nagyon fontos vonala. Ismét csak Konkoli a képben, ebben a cikkben például Gotthard leírja, hogy augusztus 24-25-26-án a megfigyeléseket nem egyedül végezte, hanem dr. Konkolivel és professzor Tank Árollyal együtt végezték a megfigyeléseket, egy műegyetemi
tanár, sőt augusztus 26-án Konkolynak még a H gamma vonalat is sikerült a csillag színképében megfigyelnie. Párhuzamosan ez egy, ebben a cikkben már szó esik a szintén citált Beta Lyrének a vizsgálatáról. Ezen a fotolemezen a Gamma Cassiopeiae, a Beta Lyrae és az Alpha Lyrae spektruma látható egymás mellé fényképezve, egy kicsit későbbi 86-os lemezről van szó. És nagyon pontosan leírja Gotthard ebben a cikkben, hogy hogyan zajlott például a hullámhosszaknak a megállapítása, ugye a már szintén említett Geissler csöveknek a segítségével. Két bekezdésben le van írva, hogy hogyan cserégette a csövet és a csillagszínképét hogyan vette fel, sőt még ugye mérési eredményeket is közölt, a H-beta vonalra, a Geissler csőnél ennél a hullámhossznál volt látható, még a Gamma Cassiopeiae színképében ilyen hullámhosszat mért a H-beta vonalra ezzel a technológiával. Ugye ma már tudjuk, hogy ez a Gamma Cassiopeiae ez miért különleges, ez az úgynevezett klasszikus B-E csillagoknak a prototípusa. Viszonylag fényes objektumról van szó, ugye látjuk itt a vizuális fényességét. Ezek a csillagok nagyon gyorsan forognak. Az egyenlítői forgási sebessége az majdnem 300 km per szekundum ennek a csillagnak, és ezt hasonlítsuk össze, hogy a napnak a kb. 2 km per szekundumos sebességével. És emiatt, a gyors forgás miatt az a fő jellemzőjük, hogy az egyenlítőjük mentén egy nagyon erős anyagkiáramlás tapasztalható. Egyébként ezt a csillagot először Angelo Secchi, vatikáni páter vizsgált 1866-ban spektroszkópiailag. A csillagnak a jellemző ugye az, hogy nem tudom mennyire látszik ezen a dián, picit sötétek lettek ezek a vonalak, hogy a H-alfa vonal az emisszióban található, és különleges profilok jellemzik a H-alfát. Ez egy úgynevezett üvegnyak profil a felső, egy dupla csúcsú emisszió, egy kisebb magasságú dupla csúcsú emisszió, illetve a közepén egy centrális abszorpció. Egy nagyon egyszerű geometriai modell miatt ezeket a vonalprofilokat azért látjuk, mert a korongot, ezt a kiáramlást, ezt különböző szögek alatt látjuk a különböző csillagok esetében. A másik ilyen fontos említendő csillag, amiről szintén szó volt már, ez a Beta Lyrae-nek a spektroszkópiai megfigyelése. Főleg ezzel a 9-es számú spektrográffal történtek ezek a megfigyelések. 1884 folyamán 30 alkalommal észlelte ezt a hélium vonalat, ezt a D3 vonalat, illetve megállapította, hogy a hidrogénnek és a héliumnak a vonalai azok nagy intenzitás változásokat mutatnak, és azt is közli Gotthard, hogy ezek a változások ezek egyértelműek, biztosan nem légköri zavaroknak a következményei, és még egy periódust is jósol rá, hogy ez körülbelül olyan 7 napos periódussal történik ez a változás. Szintén két korabeli lemez ezekről a spektrumokról. Ma már persze tudjuk ugye, hogy ez a Beta Lyrae, hogy a Szájló professzor is említette, ez az úgynevezett fedési kettősöknek a tipikus példája. Egy B és egy A típusú törpe a két komponens, és egy úgynevezett érintkező kontaktrendszert alkotnak, egy közös burokban keringenek, és időnként elfedi az egyik a másikat. A valódi periódus az valamivel több, mint amit a Gotthard megállapított, 13 nap körüli, és változik. Ennek vélhetőleg egy harmadik komponens az oka. Ezen az összehasonlításon láthatunk egy normál A-típusú csillagnak a spektrumát. Itt látjuk, hogy a hidrogénvonalak azok abszorpcióban vannak, itt pedig a Beta Lyrae, a H-alfa emisszióban, a héliumnak a megfelelő vonala is emisszióban látható a színképben, itt egy másik héliumvonal szintén emisszióban. Nagyon fontos a Gotthardnak a planetáris ködökre vonatkozó vizsgálatai. Ezeknek az egyik tipikus példája, és a legismertebb példája ugye a Lyra gyűrűs köd, a Ring Nebula. Azért érdekes ez számunkra a spektroszkópiai vizsgálatokon túl, mert ugye Gotthard volt az első, aki
képes volt ennek a központi csillagát lefényképezni. Arról is volt már szó, ugye, hogy bizonyos polémia zajlott arról, hogy van-e ez a központi csillag, vagy le lehet-e fényképezni, vagy sem. Ha a Gotthard fényképeket megnézzük, és az intenzitás profilokat megpróbáljuk elemezni, akkor egyértelműen, hogy nem úgy pöttyentették oda ceruzával vagy tollal azt, hanem az egy valóban egy csillagprofil. Itt az objektív prizmával készült színkép sorozat látható, itt a közepén van picit sok a fény, de itt a közepén látható a Lyra gyűrűsködnek az objektív prizmás spektrumai, talán jobban látszik, itt van valahol. Ez kedvenc témája volt Gotthardnak, tehát hosszú évekre mindig visszatért ehhez az objektumhoz, és többször fényképezte és észlelte. Az egyik legfontosabb megállapítása, illetve eredménye az 1892-es Nova Aurigéhez fűződik. Ezt az új csillagot a skót Thomas Anderson fedezte fel 1892. január 24-én. A modern csillagászatban köszönhetően többek között az itt felsorolt emberek munkáinak elég gyakori az, hogy egy új objektum az nem is egészen új, mert visszanézik a régi lemezeket, és megtalálják rajta azt az objektumot. Hát ennél is az történt, a Harvard Observatóriumnak a lemez gyűjteményében megtalálták 1891. decemberi felvételen, tehát egy hónappal korábbi felvételen az objektumot, még a kitörés előtt. Ez olyan 3,8 magnitudós fényességet ért el, és utána körülbelül 100 nap alatt egy 3 magnitudós csökkenést produkált. Március 16-a után már nagyon nehéz volt észlelni, nagyon gyorsan halványodott, illetve olyan helyzetbe került, hogy csak augusztusban lehetett újra észlelni. Ez a nova azért is fontos a csillagászat történetében, mert ez volt az első nova, aminek a spektrumáról felvétel, tehát fényképfelvétel készült, addig a novákat csak vizuálisan észlelték már a spektrumokat. És az egyik legérdekesebb tulajdonsága színképében ugye az volt, hogy a vonalak azok változtatták a helyüket. Manapság a fényessége az olyan 15 magnitúdó körül van már csak, mégpedig az úgynevezett nyugalmi fázisban, és hát ugye tudjuk, hogy ez szintén egy fedési kettős, körülbelül 5 órás periódussal, aminek az elsődleges fedés az részleges, a második pedig az nem is figyelhető meg. Itt az Andersonnak a képe, illetve a Nova helye a Palomar atlaszból. Hogy ez milyen érdekes volt, ugye egyrészt ez volt az első Nova, amiről fényképet készítettek a spektrumáról, másrészt a 19. század utolsó Novája is volt egyben. Ugye ma már nagyon könnyű dolgunk van, nem kell a könyvtárban ülni mondjuk egy napot ehhez, hogy ezt megcsináljuk, 5 másodperc alatt kiadják nekünk a számítógépek. 1892 és 1900 között 79 publikáció született, olyan, aminek a címében szerepel az, hogy Nova Aurigae. Itt felsoroltam néhány lapot, ugye ez a korabeli vezető újságokban, Astronomy és a Nachrichtenben, Monthly Notices-ben, az Astronomy and Astrophysics-ben, ugye ami az Astrophysical Journal lett 1895-ben, a PASP-ben, Astronomical Journal-ben, és hát ugye az új Astrophysical Journal-ben, illetve néhány csillagászt, akik ezzel a novával foglalkoztak, ugye olyan híresek vannak közöttük, mint a már ismert, vagy idézett Barnard, Schwarzschild, a Vogel, Pickering, a Huggins, Maunder, Max Wolf, és hát ugye nem utolsó sorban a mi Gotthard Jenőnk itt herényben. Az észlelési naplójában 8 oldal foglalkozik ezzel a novával, tehát elég alaposan körbejárt a Gotthard, elég sok megfigyelést készített róla, szépen le vannak írva a kézírásával, viszonylag nehezen olvasható, de ezért ki lehet bogarászni belőle majdnem mindent. A fontos cikk, amit erről írt, az a Monthly Notices-ben jelent meg 1892-ben. Itt látható egy egyedi színkép a nováról, az összehasonlító színképpel, illetve az objektív prizmás színkép. Itt van a novának a színképe a kép közepén. Még
szabad szemmel is észlelte, de 6 alkalommal spektrumot, a fényképet is készített a spektrumról. Először a Browning teleszkoppal, majd az ősz folyamán, mikor újra észlelhetővé vált, akkor az objektív prizmás felvételek következtek, ugye látszik itt a februári, itt pedig az őszi észlelés. A leírások szerint a színképben 40-43 fényes, illetve 10-12 sötét vonal figyelhető meg. Most mivel Gotthard más objektumokat is észlelt spektroszkópiailag, többek között a planetáris ködöket és a Wolf-Rayet csillagokat, ezért lehetővé vált számára, hogy összehasonlítsa ezeket a színképeket, és arra a felfedezésre jutott, hogy gyakorlatilag ezek a színképek, tehát a Novának, a planetáris ködöknek a színképei, azok gyakorlatilag megegyeznek egymással, vagy nagyon sok hasonlóság van közöttük. Ez a sorozat, ez egy szintén objektív prizmával készült sorozat. Itt van a Nova Origének a spektruma, itt pedig különböző planetáris ködöknek a spektruma látható fölötte. 150 perces, 120 perces kétórás expozíciókkal készült spektrumokról van szó, és ezek azok a fényes vonalak, amiknek az összehasonlítása sorra került, és ezekből vonta le azt a következtetést végül is Gotthard, hogy itt színképileg nagyon hasonló objektumokról van szó. Ezt az ábrát is láttuk már a mai nap folyamán többször, ugye ez egyik legfontosabb ábrája a megfelelő publikációból. Megállapította Gotthard azt, hogy nagyon sok hasonlóság van a planetáris ködök spektrumában, gyakorlatilag megegyeznek, csak a relatív intenzitásokban van némi eltérés. A hidrogén vonal az mindenhol megfigyelhető, általában 3 vagy több vonal reprezentálja, és ami nagyon fontos, a ködöket jellemző vonalak, ezek minden planetáris ködnél megfigyelhetők. Ez az 5007 angströmös, illetve a 3867 angströmös vonal, és van még egy másik tipikus vonal, ez a 3727 angströmös. Most beli összefoglalókat olvasva, igazából azt szoktuk mondani, hogy Gotthardnak a legfontosabb megállapítása az, hogy a nováknak és a planetáris ködöknek a spektruma az megegyezik. Ezt nagyon sokan tudták már az akkori időkben is, és egy másikat emelnek ki igazából, mint nagyon fontos eredményét. Ez a vonal, ez a 3727 angströmös vonal, Gotthard szerint sokkal fényesebb a nagy diffúz ködökben, mint a planetáris ködök spektrumában. És ezt helyezik inkább a kortársak fókuszba, mint legfontosabb megállapítását. Ezeket a vonalakat itt még nem mondtam, hogy mikről van szó, de egy ábrán összefoglaltam azért, hogy a mai tudásunk szerint milyen színképvonalak jellemzik a planetáris ködöknek a spektrumát. Itt a nagyon fontosak ugye a hidrogénnek a vonalai, itt a HB-t, a H-gamma emisszióban, itt még látszik a H-delta, meg a H-epsilon is, illetve az úgynevezett tiltott vonalak, ezek amik szögletes zárójelben vannak. Ezért tiltottak, hogy Appenzeller professzor is mondta, mert laboratóriumi körülmények között nem lehet őket megfigyelni, csak extrém fizikai körülmények között, mint amik itt a planetáris ködökben előfordulnak. Hát ez az 5007 angströmös, ez a nebulium, ugye az a ködvonal, ez, mint látjuk, a kétszeresen ionizált oxigénnek a vonala, és az a vonala, ami a Gotthard nevéhez köthető, az pedig az egyszeresen ionizált oxigénnek. Tehát erről a vonalról mondta azt Gotthard, hogy ez sokkal fényesebb a diffúz ködökben, mint a planetáris ködök esetében. Hogyha digitalizálva vannak a spektrumok, akkor ugye korszerű eszközöket is felhasználhatunk a spektrumoknak az elemzésére, vagy látványosabbá tételére. Itt a Nova Origének a spektruma látható, egy kicsit megszínezve egy mai modern képfeldolgozó szoftverrel, illetve az intenzitásokat is meg lehet mérni a vonalak mentén, az rá van rajzolva erre a képre. Itt egy szünet volt, ugye, amit a Jeszenszky kolléga töltött ki, itt volt a Gotthardnak a villamos szakasza. 1893 után nem nagyon foglalkozott már csillagászattal, és 1901-ben tért vissza újra a csillagászathoz,
amikor megjelent a 20. század első novája, ez a Nova Perzei 1901-ben, amit érdekes módon szintén a már korábban említett Anderson fedezett fel, aki a Nova Aurigit is megtalálta, és erről is készült korábban, méghozzá két nappal korábban felvétel a Harvard Observatóriumban. Nagyon gyorsan fényesedett ez a Nova, 13 magnitúdóról 3 magnitúdóra, ami azt jelenti, hogy 10.000-szeres növekedés következett be az energia kibocsátásában. A legnagyobb fényesség, amit elért, az 0,2 magnitúdó volt, majd ezután gyorsan csökkent ez a fényesség, és ezen a képen jól megfigyelhető a fénygörbén, amit a Sajdrup mondott már, a novákra jellemző nagyon kicsiny, körülbelül fél magnitudós változások a csökkenés közben. Ez elég sokáig, hónapokig elhúzódott, körülbelül 4 napos periódussal. Ugye Gotthard ezt is megfigyelte, az előbb említettem, hogy 8 oldal foglalkozik a Nova Aurigével az észlelési naplóban, ezzel már csak 3 oldal foglalkozik a Nova Perzeivel. Ennek ellenére 3 cikk született a Nova Perzeiről, a Gotthard tollából. Azt nem tudom, hogy ez a lustaság volt, hogy az észlelési naplót nem vezette, vagy mi az oka ennek, mindenesetre érdekes. Február 28-án, tehát egy héttel a felfedezés után kezdte el megfigyelni, és március 5-e az utolsó megfigyelés erről az égitestről. Szintén készültek erről a nováról egyedi spektrumok, ez úgynevezett kvarc prizmás spektrográffal, 10-20 időnként hosszabb expozíciós idővel, illetve készített objektív prizmás spektrumokat is róla különböző expozíciós időkkel, a 15 másodperctől kezdve a 30 perc hosszúságig. Ez folytatta még 1902-ben is, ugye 1901 decemberre, ugye megint csak szilveszterkor sem pihen a csillagász, illetve 1902 tavaszáig folytatta ezeket a megfigyeléseket, ismét csak jól látszanak ezek a fényes vonalak a Nova spektrumában. Természetesen ma már tudjuk, ugye, hogy egy ilyen Nova az hogyan is működik. Ugye ezek kölcsönható kettős rendszerek, egy vörös és egy fehér törpe komponense, és a lényege az a robbanásnak, hogy a vörös komponensről anyag áramlik át a fehér törpére, ami bizonyos fizikai elvek miatt ugye nem direktben esik rá, hanem egy spirálos mozgással ér el a fehér törpe felszínére, és hogyha ott kellően feldúsul ez a hidrogénben gazdag anyag, akkor egy nukleáris, egy termonukleáris robbanás következik be, aminek során a hidrogén héliummá alakul, és közben a robbanás energiája külső burkát leveti, és ezt láthatjuk robbanásként, illetve óriási kifényesedésként. Tehát még egyszer összefoglalva a Gotthard eredményét ezen a területen, azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy az jelentős dolog, hogy ezt a hasonlóságot ő szintén megállapította és megerősítette a novák és a planetáris közök spektruma között, és ezzel kapcsolatot teremtve a két objektum között jelesül, hogy a planetáris köd ez egy ilyen novarobbanásnak az eredményeként jön létre. Köszönöm szépen a figyelmüket!